Harmadik alkalommal tartottak prevenciós előadás sorozatot Máté Szalkán. A szakemberek a 10.-11. évfolyamos középiskolás fiatalokat szólították meg, akiknek tényekkel alátámasztott esetekről meséltek. Mindezt a fiatalok nyelvén. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják a hallgatók figyelmét az online tér biztonságának szabályaira és a megfelelő kontrollra. Ne legyenek nagyon közvetlenek ezekben az esetekben, hiszen nem gondolnak arra, hogy milyen adataikat szerzik meg, illetve mindig legyen bennük egy kis kétely azzal kapcsolatban, hogy a vonal másik végén vagy a világháló másik végén kivel beszélnek. A szakemberek felhívták a figyelmet a biztonságos jelszavakra, az adatvédelmi szabályok fontosságára, a képmegosztás veszélyeire és az esetleges adathalásztartalmak kiszűrésére is. A 21. században egyre több az okos eszköz, ezért fontos rendszeresen beszélni erről a témáról. 10-ből minden 9 fiatalnak van valamilyen profilja, oldala, és ebből a sok fiatalból minden harmadikat a legújabb kimutatások szerint éri valamilyen bűncselekmény, atrocitás, megalázás, ami a személyiségi jogaikat sérti, valami az interneten. És rémisztő, hogy minden 10-ről tudunk a szakemberek becslése alapján. Az előadásokon elhangzott az is, Magyarországon a regisztrált bűncselekmények száma évről évre csökken. Csak hogy amíg a vagyonelmi bűncselekmények vagy az életelmi bűncselekmények száma érezhetően csökken, addig az online térben megvalósult bűncselekmények azok sajnos nem csökkennek. Nyilván van egy törvényszerűség ezzel összefüggésben, ami értelemszerűen abból adódik, hogy az okos eszközök száma egyre nagyobb. Ahogy polgármester is mondta, gyakorlatilag Magyarországon majdhogy nem mindenki internetezik, használja az internetet, és ebből kifejezőleg a nagy számokból adódóan törvényszerű, hogy könnyebben lehet bárki bűncselekmény áldozata. Az első lépés a felismerés. Nagyon fontos, hogy a fiatalok merjenek segítséget kérni szüleiktől, a tanároktól, vagy ha szükséges, a rendőrségtől. A rendezvényen azt is hangsúlyozták, a fiatalkorúaknál a szülőknek van a legnagyobb felelősségük, ők tudják megfelelően kontrollálni a gyerekeket.